Köszöntöm nézőinket, friss híreket hoztunk ma is, lássuk röviden, melyek a fontosabbak. A fiataloké volt az elmúlt hétvége, lezajlott a Gyergyói Ifinapok idei kiadása. Aranypatkó nyílt napot tartott a Gyergyószent Miklósi Szálvátor Alapítvány, lezárták a nyáron zajló lovas programokat. Folytatódott hétvégén a Fessünk Álmokat program Gyergyószent Miklóson. A mozgáskorlátozottak álmait ábrázolja a kép. Fiataloké volt az elmúlt hétvége, lezajlott a Gyergyói Ifinapok idei kiadása. A 8 fiatalokból álló csapat összemérte tudását, ügyességét és leleményességét. Az ifitékások érdekes vetélkedőket állítottak össze számukra. A fiatalok tehetségüket is megcsillogtatták, és a szórakozás sem maradt el. 8 csapatban több mint 150 fiatal vett részt a játékokban, vetélkedőkben, a visszatérők mellett akadtak újak is szép számban. Szombaton a város több pontján is igencsak nagy volt a sürgésforgás, a katasztrófavédelmi vetélkedő mellett ügyességi és csapatjátékok keretében mérkőztek meg a fiatalok. A programok során a fiataloknak nem csak ügyességükről, hanem találékonyságukról, általános műveltségükről is tanúbizonyságot kellett tenniük. A csapatvetélkedők szórakoztatóak voltak, de igénybe vették a versenyző kreativitását, tudását, együttműködésre való készségét is. Esténként koncertek szórakoztatták az ifinapok résztvevőit, valamint mindenki mást is, aki kíváncsi volt az együttesek fellépésére. A művelődési központ előtt felállított színpadon szombaton a Suverén Crew lépett fel, a vasárnap esti kiértékelő után a No Sugar koncertje zárta az idei ifinapokat. Hagyományos, ám minden évben megújuló rendezvényt több tucatnyi fiatalból álló önkéntes csapat szervezte az Ifitéka vezetésével, az önkormányzat, a városban működő kulturális intézmények és vállalkozók támogatásával. Jelentősen megugrott az újonnan nyilvántartásba vett koronavírusos esetek száma az országban. A ma déli jelentés szerint 3929 személy fertőződött meg az elmúlt egy napban, és 96 a vírushoz köthető halálesetet is regisztráltak. Hargita megyében 29 új esetet jegyeztek tegnap óta. Jelentős összeggel támogatja Hargita megye tanácsa a sportolói klubokat, egyesületeket. Több gyergyószéki szervezettel is írtak alá támogatási szerződéseket az elmúlt időszakban. Komoly összegeket fordított a sportra Hargita megye tanácsa idén. Gyergyószéken sokan pályáztak, nagyobb összeg jut a térségbe, mint korábban. Az idei évben közel 200 000 lej támogatást nyújtunk a gyergyószéki sportélet fellendítésére. Ez azt jelenti, hogy 34 pályázatot nyertek meg a gyergyószéki sportegyesületek, ennyi szerződést kötöttünk, és ami örvendetes, hogy a tavalyhoz képest több szerződés és több pénz is érkezik Gyergyószékre a sportéletre. Én azt gondolom, hogy fontos előrelépések voltak, hiszen új sportágak is kerültek be, akik eddig még nem pályáztak, és ami fontos, hogy a sportklubok mellett az iskolák is elkezdtek sportegyesületeket beegyezni, és így akár a Salamonernő vagy a Vaskertes is sporttevékenységekre is tudott pályázni, és nyert is. Én remélem, hogy a hoki, a női, a férfi hoki mellett, az ökölvívás mellett, a futás, a különböző sporttevékenységek, mint akár a foci is, vagy a karatén kívül egyéb sportágak is fognak az elkövetkezőkben pályázni, és arra bátorítok minden gyergyószékit, hogy éljen a pályázati lehetőségekkel, hogy évről évre több és több pénzt tudjunk szállni mi, mint megyei tanács a sportélet fellendítésére. A megpályázott összegeket célirányosan használhatják fel a szervezetek. Ezeket az összegeket felszerelésvásárlásra, akár versenyeken való részvételre, vagy kupák, különböző versenyek szervezésére költhetik a csapatok, és úgy gondolom, hogy fontos a sportélet támogatása, hiszen azt mondtuk Gyergyószéken, hogy az egészséges életmódnak része az, hogy a sportot támogatjuk. Nem elég a kórházat támogatni, az egészségügyi intézményeinket, hanem a sportéletet is, és örvendek, hogy vannak olyan sportolóink, vagy olyan személyek, akik érzik a késztetést abban, hogy ők a sportot
támogassák, illetve felkarolják, és örvendek, hogy mi is ehhez hozzá tudunk csatlakozni. A megyei tanács pályázati rendszerén keresztül többek közt a Gyergyói Hoki Klub és a női csapatot működtető Fox Hoki Klub is részesült támogatásban. 2021. szeptember 15-én szerdán újra lesz véradási lehetőség Gyergyószent Miklóson. Időpontot lehet foglalni az eprogramare.ro/vöröskereszt oldalon, vagy a 0735551400-as telefonszámon. Az utóbbi időben megcsapant a vérkészlet Hargita megyében, fontos, hogy minél több véradó jelentkezzen. Lovas ügyességi és tornabemutatókkal zárta a nyarat a Gyergyószentmiklósi Szálvátor Alapítvány. A szeptember 11-én megtartott nyílt napon a gyerekek bemutatták szüleiknek azokat a gyakorlatokat, amelyeket a nyár folyamán sajátítottak el. Nyílt nappal zárta a nyarat a Gyergyószentmiklósi Szálvátor Alapítvány. A gyerekek szombaton bemutatták egész éves munkájukat a kialakított ügyességi pályán, illetve lovas torna gyakorlatokat is láthattak a szülők. A mai nap a hagyományos nyílt napunk zajlott, amikor hivatalosan is lezárjuk a nyáron zajló programjainkat. Ez évben a Közösségért Alapítvány és a MOL Románia által támogatott második megtartó lóerő program volt, illetve a Rotary Klub által támogatott fejlesztési programok, és hát persze a szülők által támogatott fejlesztés lovastorna programoknak volt ez a záró napja. Gyerekek és szüleik töltötték meg élettel a Szálvátor Alapítvány lovas nyílt napját, amit a Mocsár utcai lovaspályán tartottak. Minden gyerekünk és családja hivatalos volt, 50 gyerek. Sajnos nem volt mindenki itt, 41-42-en voltak, és a szüleik. A mai délelőtt hát egy kicsit a szülőknek nyújtottunk ízelítőt inkább, mint a gyerekeknek, mert hogy ők egész nyáron fejlesztésre, meg mindenféle tevékenységekbe vettek részt itt a lóhátán. Most meg a szülőket hívtuk egy lóhátra felülve megnézni közelről, megtapasztalni azt a kihívást, meg azt az élményt, amiben a gyerekeknek részük van minden egyes foglalkozás alkalmával. A Közösségért Alapítvány már több alkalommal is támogatta a Gyergyószentmiklósi Szálvátor Alapítványt. A Közösségért Alapítvány szervezi a MOL gyermekgyógyító programot, amely egy országos szintű program és pályázati alapon működik. Olyan civil szervezeteknek ajánlunk fel támogatást, amelyek élmény vagy művészetterápiás, állatasszisztált terápiás foglalkozásokat szerveznek különleges igényű gyermekeknek. Ezt a programot már 12 éve szervezzük, azóta 189 egyesületnek nyújtottunk támogatást, 227 pályázatot támogattunk, több mint 4 millió lejt fordítottunk erre, és abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy 5 alkalommal a Szálvátor Alapítvány lovasterápiás foglalkozásait is támogathattuk. Az ember és ló kapcsolata csodákra képes. Igen, csak látványos változásokat lehet látni egy testi szellemi fogyatékkal élő személy esetén. Különleges igényű gyermekeknek szerveznek terápiás foglalkozásokat, és a program lényege, a megnyerhető pályázat lényege az, hogy a kiválasztott célcsoportnak, tehát azoknak a gyermekeknek, akiket be akarnak vonni egy ilyen foglalkozásba, megfelelő legyen a kiválasztott terápia. Tehát alkalmas legyen az ő képességeik fejlesztésére, az ők tudásának kiegészítésére, vagy esetleg a különböző lemaradások behozatalára. Igen, jó hatásokat észlelünk, beszédhibás gyermekeknél nagy korrekciókat lehet elérni, vagy különböző mozgások fejlesztésére alkalmas a lovasterápia. A bemutatók után kiosztották az aranypatkú díjakat, ahol a résztvevő gyerekek ajándékcsomagban részesültek, megjutalmazva őket az éves odaadó munkájukért. A Fessünk Álmokat program keretén belül tovább színesedett a Szent Miklós templom szomszédságában lévő sikátor fala. A mozgás korlátozottak hétvégén az álmaik megfogalmazásával és önkéntesek segítségével folytatták a falrész megfestését. Álomképfestés zajlott hétvégén a sikátor falán, ahol a mozgáskorlátozottak céljaik megfogalmazásával színesedett a fal. A projekt megvalósítását önkéntesek munkája segítette, akik segítőkészek voltak a két nap alatt. Ez egy közös projekt a Gyergyói Mozgósérültek Egyesülete, ami idén lett bejegyezve,
és az Erőforrás Központ Fessünk Álmokat programja dolgozik idén közösen. Ja, jelenleg önkénteseink dolgoznak. Úgy volt, hogy a falat megtervezte az egyesület és a tagok, megterveztük 2 héttel ezelőtt, és segítséget kértük önkéntesektől azért, hogy pontosan tudjuk felfesteni azt, ami a terven szerepel. A tovább színesedett falnak igencsak nagy mondani valója van, hiszen a mozgáskorlátozottak üzenni szeretnének az ott elsétáló embereknek. Elkértek bennünket, hogy álmodjunk, hogy mi lenne a mozgássérülteknek a jövőképe, céljai, álmai, és ezt próbáltuk összefoglalni egy közös álomba, egy közös képbe. Nagyon sok minden üzenete van, ennek inkább majd összességében a kép fog mondani remélhetőleg. Inkább az elfogadást szeretnénk erősíteni, meg hogy akik lássák, hogy mi is az itteni embereknek, a társadalomnak a része vagyunk, ugyanúgy közösségnek a része vagyunk, mi is építő tagjai szeretnék lenni a Gyergyószent Miklósi közösségnek, és szeretnénk, hogy el tudjanak fogadni, be tudjanak fogadni, mi is tenni szeretnénk a közösségért, szeretnénk, hogy egymást tudjuk segíteni, és ne egymástól félni, vagy éppen megvetni egymást. De bízunk benne, hogy ez a rajz is fog segíteni abban, hogy megismerjük egymást, elfogadjuk egymást, és leomoljanak a falak és az előítéletek. A közeljövőben más társadalmi csoportok ötleteivel fog gazdagodni az üres felület, hiszen akadt még olyan része a falnak, ami várja, hogy beszínezzék. Ünnepélyes keretek között fogadták a tokiói paralimpiáról hazatérő Novák Károly Eduárdot Csíkszeredában a vártéren. Az ezüstérmes kerékpározó egyben az első miniszter is, aki érmet szerzett egy paralimpián. Eduard Novák, a tokiói verseny legforróbb pillanatainak lejátszásával kezdődött a Novák Károly Eduárd fogadására szervezett ünnepség. Tiszta szívemből gratulálok! A város nevében Sógó Renikő alpolgármester köszöntötte a bajnokot, majd a csíkszeredai vártéren összegyűltek, a sportminiszter paralimpikon életébe, tevékenységével tekinthettek be pódiumbeszélgetés keretében. Nem csak azért indulsz, hogy aztán lesz, ami lesz, hanem tudod, hogy most te vagy egyik főszereplő ebbe az egész sztoriba. A verseny előtti pillanatokról, az edzésekről is beszélt a bajnok. Kiderült, mindössze pár hónapja volt a felkészülésre. Mikor kinevezték miniszternek, lemondott az olimpiáról. Mikor pontra tudta tenni, mert nagyon jó szervező, pontra tudta tenni Bukarestbe, hogy menjenek a dolgok, akkor gondolt, hogy csak mégis elmegy. Ez a harmadik, hogy mondják, az Isten igaza. Így is lett. A rövid felkészülés ellenére Novák Károly Eduárdnak sikerült megszerezni az ezüstérmet, és a történetnek nincs vége. Hogyha megnézzük még a profikot is, még vannak 39-40 évesek is, tehát én úgy érzem, hogy még nem vagyok kiégve, és ameddig tudom ezt ilyen szinten csinálni, addig csinálnám, mert szerintem egyik legszebb dolog a sportoló élet. Novák Károly Eduárd ezzel az élemmel egyben az első miniszter is, aki paralimpián a dobogóra állhatott. Röviden még egyszer a nap fontosabb témáit. A fiataloké volt az elmúlt hétvége, lezajlott a Gyergyói Ifinapok idei kiadása. Aranypatkó nyílt napot tartott a Gyergyószent Miklósi Szálvátor Alapítvány, lezárták a nyáron zajló lovas programokat. Folytatódott hétvégén a Fessünk Álmokat program Gyergyószent Miklóson. A mozgáskorlátozottak álmait ábrázolja a kép. A Fit Percek, majd Főnix Konyha lesz még műsorom ma. Köszönöm a híreknek szánt figyelmet. Viszontlátásra!
Műsorunk támogatója a Diego Áruház.